Bemutatták Stekli Zsuzsa Zamánc műves 50 évét összefoglaló tárlatát a Babits Mihály Kulturális Központban. Már kisgyermekkorában elvarázsolta őt a kemencében ízó zománc ragyogása, és ezt a varázslatot azóta ő adja tovább. Olyan szerencsém volt, hogy egyszerűen beleszülettem. Én Bunyhádon élek, és ott van egy zománcgyár. Apukám ott dolgozott, mint dekoratőr, és engem egyszer elvitt a gyárba a munkahelyére 4 éves koromban, és ott láttam hatalmas színes kádakban gyönyörű zománcokat, és az izzó narancssárga kemencét, és hát mi kell egy gyereknek, beleszerettem, és ott ragadtam. Megéli azt a csodát, mikor a por majd 1000 fokon hevülve színes üvegé válik, és az így készülő képek pedig minket gyönyörködtetnek. Az átlag dolgozó zománcot úgy ismeri, mint konyhai edények bevonatát, és ez tulajdonképpen arra is szolgál, hogy a fémeket megvédje a károsodástól. Tehát vöröslemezre zománcozunk, vagy vöröstézlemezre. Általában a művészi munkát inkább vöröstézlemezre végezzük, és ékszerzománcokkal, míg a másikat vaslemezre, iszapipari zománcokkal. Mind a kettővel lehet csodát csinálni, úgyhogy csinálni kell, nem tudok más mondani. Stekli Zsuzsa tűzben született képei földön túli tájakat, angyalok és manók énekét, tündérek táncát, békét és harmóniát tükröznek. Ez jön belőlem, ez valahogy kapom. Isten küldi, vagy valaki küldi nekem az ötleteket, én meg igyekszem kivitelezni a lehető legjobban, amennyire tőlem telik. És hát a színek pedig a narancs, a vörös, a piros, a kedvenc színeim. A képeimen többnyire ezeket lehet látni. Azon kívül van egy másik korszak, amikor a kékeket használom, kékeket, lilákat, mert hogy az meg a vörös érzlemezhez, az aranyjal, a kékkel nagyon jól passzol. Szeretem őket. A fél évszázadra utaló jubileumi tárlat így advent idején még inkább megszépíti az ünnepre készülés csendjét. Az 50 évet még kimondani is sok, ilyen régi munkákat nem hoztam el, de van egy kronológia, tehát van egy időbeliség is, de inkább a mérföldköveket hoztam, tehát minden korszakomból egy-két darabot, és hát főleg azon kívül is a legújabbakat, az elmúlt 3 évben készült munkákat. Itt volt a Covid, ami mindenki másnak azt jelentette, hogy hú, be van zárva, nem mehetünk sehova, nem jön senki, mindenki depressziós lett. Én pedig ugye dolgozom, mit csinál? Dolgozik, ha ráér. És hát akkor nagyon ráértem, és dolgoztam, és összehoztam egy szinte komplet kiátszanagot egy év alatt. Úgyhogy egy főtában dolgoztam, és most az is itt van nagyjából. Tehát egy jó válogatás van most itt.